Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Halusia mindenki, ez itt a CNTA V2 újra. Nos, mai RP szituációnk egy autóvásárlás lesz. Kaptam egy 19 millió forint C-forintos felajánlást, és Daniel S. McCartól. Nagyon szépen köszönöm tőle, videózás terén kaptam ezt. Hát, hogy is mondjam, jól esett meg minden, szóval nagyon szépen köszönöm. Szóval segített egy kis RP-t. RP-hez jutni, úgyhogy mai kocsi vásárlással fogunk foglalkozni, és én már ki is néztem az autót, hogy utána ne kelljen válogatni, illetve vágni, nem is szeretném annyira a videót. Szóval én úgy döntöttem, hogy ez a BND lesz. Igaz, hogy 19 millió van, kicsit többre is adhatnám, de úgy gondolom ez megfelel. Még annyi, hogy a belső szint kicsit állítsuk. Ó, de ez pont a késő. És akkor a késő szint, az legyen szerintem hó. Nem. Mert most jó beleakadtam. Akkor késő fehér legyen. Jó van, akkor ezt megint elcsesztük. És akkor legyen. Jó, így fog kinézni az autó. Akkor ennyi. Akkor meg is vehetnénk, és RP szituációból át fogom venni a gépjárművet. És ennyi. Nos, akkor bejárhatok oda, illetve még gyorsabb oldalmat letekerem, mert nem szeretném, hogy a YouTube belekapna valamibe, és akkor én... El is van, elő. És szerintem olyan, hogy rágyalom, nincs rá szükségünk, el is oké. Akkor indítjuk, és akkor... De mondjuk is leerkezik, hogy átkezik a gépjárművet. Oda végül is beállni, aztán ennyi. Megpróbálok minél többet hozzátok is szólni. Állítjuk. Be is beparkoljuk ott így. Jó, super. Ez nem kell ide. És akkor, ja, megveszek az autót. Erpézni fogok egy eladót. Valakit elhűnt mellettem.
Ez kellett benne az, hogy így jumpolok itt az ébe. Autókereskedésbe. Én fogom felnyitni, hogy ezzel a dulcsa fogja. Akkor... Mit mondom? Mit mondjuk, dupla rugós? Én azt tudom. Há jó, ez most mi? Le van RP-zve, hogy kivel beszélgetek. Elmondtam az elején, hogy úgy csinálom az egészet, hogy az eladót én fogom RP-zni. Ja, hát tényleg, amúgy egyébként itt van velem Zebra is itt mellettem. És közben vele beszélgetek.
Ajaj! Ez papírmunka. Na hát gyerekek, amúgy erről annyit kell tudni, hogy ha nincs fenn sokember, vagy éppenséggel nem találsz olyan társat, akivel tudnál lehetkézni, mert egy magad is el tudod jutni az időt valamivel, például én ezzel is el tudom. Persze ebből csak ti tanulhattok. Ja, meg ti jó tanács, meg ilyesmi. De amúgy ez fekete, mert én nem úgy látom. Nem? Hány literre szokott vinni például egy autónak az éjjel? Csomag terelem, 500 literes. Akkor legyen annyi. Belefér. Az eladó.
Mit szoktak a tollal csinálni? Bekapcsolni. De nem, amikor külön. Le kell nyomni azt a gombot. Hogy mondják ezt? Az igen. Na jó, mindegy. Nagyon szíszítik. Várjál, hol van az üdítőnk? Ez éjszaka egyben. Szoktak meg a kutyákat. Nagyon. Nagyon. Felszabad. Egy-egy.
egy BMW autóval. Köszönjük még egyszer a felajánlást, illetve a több ilyen kis dolgot, a jó szavakat, meg stb. Hát ennyi lett volna mára. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!